Kétségtelen, hogy az előző napon Sanyi Bábornál egy politikai jellegű gyűlés volt. Kétségtelen, hogy ebben az időszakban kaptak sajtónyilvánosságot azok az esetek, amelyek romák sérelmére elkövetett kiemelkedő tárgyasúlyi bűncselekmények maguk megvalósítására utalt. Azonban a jelek a elsőfokú bíróság által megállapított történeti tényállás szerint a vádlottaknak semmilyen okuk nem volt arra, hogy megtámadják a Sajó Bábornak érkező személyt. Ha nem volt okuk, erről egy következtetés vonható le, nevezetesen az, hogy az említett eseményeket ürügyül használták.